Reputációk. Mindben van valami, ami jó, de a legfontosabbak, amiket ki kell vásárolni, az első körben a Discovery reputáció, amiért fontos nem a Vanity Shield, hanem önmagában a Grunt setből, ugye esetlegesen az EC, vagy az ENA, az Environment Suite, vagy ugye ez ugyanazt csinálja a kettő, csak az Environment Suite ugye az egy plusz rezisztenszet ad, azt hiszem, ugye annyi a különbség. És tehát jobb ezt használni. Ugye van a setje, az annyira, hogyha rágyúrsz ilyen kinetikus, meg physical damage, meg ilyen dolgokra, akkor egész durvákat lehet vele oda csapni. Ugye ez ilyen karate mozdulatokat fog segítkezni, meg van neki ilyen elsüthetője is. Ez egy értelmes kit modul, amivel ugye szintén fizikális damage-et lehet okozni. Ugye amiért mondom ezt mindig, ezt a fizikál damage-et, az azért, mert ugye a setben is szerepel, meg illetve itt az armoron is van olyan, ugye, hogy fizikál damage-et kapsz, és ezt nem határozza meg, hogy ez méli, vagy pedig nem. Tehát ugye ez mindenre, ami fizikál damage, ez rárakódik. Ugye a crit chance-ről már nem is beszélünk, és ugye a pajzsnak van egy olyan képessége, hogy amennyiben ugye nincs maximumon, akkor 30% fizikál damage-et kapsz ismételten, ugye ez kategória 1-es damage. Ha a shield fullon van, akkor pedig ugye 20% run speed-et. És ugye a setben pedig, hogyha használni akarod, akkor olyat fogsz kapni, hogy 25 physical damage resistance ratinget veszel el 15 másodpercenként, hogyha expózáltál egy, ugye felfedted a sérülékenységét egy eneminek, illetve a combat finisher 20%-át vissza fogja tölteni ugye a healernek, és 10%-át a kit moduloknak vissza fog, vagyis hát begyorsítja ugye a hűlésüket. Szóval itt a grundon érdemes ezt kivenni, illetve ami még egy nagyon-nagyon fontos, és ugye space kellék, az ez itt. Ez critical chance-et fog adni ugye space-en, hogyha kiepikeled, akkor ugye ez már 3,9% crit chance-et fog adni, és 150 valahány shield penetrációt. Ugye ez a torpedóknak egy elég fontos dolog, a energiafegyvereknek annyira nem, mert azok így is úgy is szétkapják a shieldet, de torpedóra aknára javasolt, ugye megint azt mondom, hogy science-nél megint nem olyan fontos, viszont a critical chance az egy elég tetemes mennyiség rajta, úgyhogy érdemes használni. Aztán amiért még érdemes főleg használni valamivel, vagy a beammel, vagy a torpedóval, mert ugye a war diszkréció a set 2-ben egy stackelődő 25% critical severity-t tudsz kapni. Ugye ami nagyon fontos, ugye a critical severity az mindig kategória 2 damage-et fog a végén applikálni. Ugye ez volt a Discovery, amit érdemes róla tudni. Amit kell tudni még a reputációkról, hogy ugye minden nap tudsz futtatni 20 óránként egy ilyet, hogy egy ilyen extra dolgot, ugye, ami az Advanced TFO-tól kezdve kezd el esni. Ezt tudsz naponta egyet szerezni, tehát például így tudod majd a kompetitívet úgymond megszerezni, mivel ugye kompetitívet az körülbelül, mint a döglött ló, tehát sehol nem lehet, nem, nincs, tehát meghalt, nem fogja senki játszani. Voltak próbálkozások arra vonatkozóak, hogy összerántsuk a magyar közösséget, de hát mindig vannak húrogók, mindig vannak lemaradók, és akkor sosem jött össze soha semmi. Viszont térjünk vissza, ugye a Discovery-t megtettük, le lehet gyártani igazából az egész szettet mind a kettőhöz, mert amúgy a négyes szettje ennek is egy elég vicces dolog. Illetve ugye, ami nagyon fontos, még esetleg torpedó build-en lehet az, hogy a shield az ad egy nem shield penetrációt, de egyfajta emelt szintű damage-et a shield-el szemben a fegyvereidre. Tehát egy ilyen procot tesz rá, hogy mégis hogy tudja damage-elni a shield-et. Ez ugye még annyiban jó ez a set, hogy hull kapacitást kapsz 10%-ot, vagyis ez a pajzs. Illetve ugye a maga a micélia harmonik is egy elég érdekes dolgod, mert itt a shield poverednek megfelelően növeli a hull kapacitét pontszámát, 0,5-öt kapsz per shield power, és
Ugye ez azt fogja okozni, hogy ugye ezzel, hogyha használod például a Tyler's Duality-t, akkor ugye tudod a critical chance-edet egy kicsit följebb tolni. Illetve a set 2-ben egy 120%-os hull regenerációt kapsz. Tehát ez meg egy elég decens, elég nagy mennyiség a tankosításhoz. Task Force Omega. Na hát itt már kevésbé, ez ugye a legöregebb reputációnak számít. Régen egy messzi-messzi galaxisban volt egy Task Force Omega, amit még meg lehet lenni múzeum formájában a Deep Space Nine-on. Ugye amit innen érdemes esetleg kivásárolni, az ez, a konzol az Assimilated modul, hiszen kapunk hozzá egy elég tetemes, ezek nem valós értékek, amiket itt láttok, mert grundon vagyok. Tetemes mennyiségű Critical Chance, Critical Severity, Weapon Power, Starship Damage Control, ugye ez a Damage Control, ez a passzív full regeneráció, ugye amikor csatában vagy, ez elég fontos érték. Starship Control Expertise, ugye ez pedig ugye a Science Buildekre van hatással, ugye, hogyha használsz valamilyen kontrollabilit, mint a Gravity-vel, vagy a Vortex, vagy bármi, aminek van valamilyen hatása. A másik dolog, ugye egy úgymond helyettesítő fegyverként szokták használni a Kinetic Cutting Beam-et, és akkor így van set 2-ben az egész, ami amúgy egy baromira felesleges setet ad, mert ugye egy 2%-os chance-el fog neked itt applikálni Weapon Power Cost redukciót, meg Weapon Offline Immunity-t, ami igazság szerint neked baromira nem fog kelleni, mert baromira 2% az nagyon kevés. Tehát ne ezért rakd fel, hanem azért, mert amúgy csak 2 darab omnit tudsz hátra felrakni. Hogyha netán-tán szert tudsz tenni a Seizeless Momentumra, akkor ezt a fegyvert tudod vele boostolni, hiszen az kinetic damage-et ad mindenféle restrikció nélkül, illetve az all damage-ek vannak rá hatással, mint például az Onboard Dilithium Recrystallizer, vagy pedig ugye, amit szoktam ajánlatni, szettet, a Core Steel Fighter set, az is tudja boostolni. Semmi más. Tehát nem fogja sem konzol, ami ugye ilyen vulnerability lokátor, vagy egyéb ilyen dolog, nem fogja boostolni. Maximum olyan, ami például a Hull Image Refractor, ugye, ami all damage-et ad, az mondjuk kategória 1-es, de az is egy elég hasznos kis dolog, az fogja tudni boostolni. Viszont harmadiknak, úgymond egy Omni-nak, hogy 360 fokban oda tudsz vágni, arra megfelelő. Ami itt még egy elég érdekes dolog, hogyha torpedót próbálgatsz, ez high yield alatt akkorát üt, mint a 360. 1 milliós max van hiteket lehet vele összeszedni, hogyha high yield 3-azol vele. Brutális. Tehát ugye ez az a fegyver, ami igazából azokon a szivarokon van rajta, csak kicsiben. Ez 6 darab torpedófejet tárol, vagy 5-öt. És ugye ezt egymás utánban tudja kilőni, tehát igazság szerint ezt nem jó előre tenni, mert ez akkor le fogja foglalni az egész kilövési rendszert, majd megfojtja a többi torpedót. Viszont decens tud lenni, hiszen elég durva plazma damage-et tud applikálni, illetve mondom, a kinetikus damage is elég durván tud odavágni. A nukarából, hogy mit érdemes kivenni? Hát igazság szerint a maximum a Vanity Shield-et. Már nincs itt olyan dolog, amit így javasolnék. Antiproton mildre, hogyha netántán eszedbe jut, ja dehogy nem, ez még jól megláttam. Na mindegy, szóval antiproton mildre, hogyha netántán próbálgatod a bault, akkor ezt még föl lehet tenni, mert mókás, hiszen ez is ugyanazt csinálja, csak egy egyes szinten, idézőjelben egyes szinten, tehát ez ilyen kezdő szint, hogy azt az antiproton damage-et a következő enemire tovább tolja. Ugye ez ugyanazt csinálja szinte, mint a Baul, és ugye mivel dual beam, azért elég kemény dolgokat lehet vele összesütni, illetve ugye ennek lesz egy set power-e, ami az Energy Amplification, és az Energy Amplification pedig azt fogja csinálni, hogy, már nem emlékszem le, úgyhogy meg kell néznem, de emlékszem rá, hogy igen, antiproton és tetrion damage, és ugye némi Drain Expertise, amelyhez hozzájuthatsz, illetve ugye amit még meg kell említeni, azon majdnem átsiklottam, holott nagyon fontos az utóbbi időben az az Akna, az a Webmine Launcher, hiszen
ott emelkedett meg a szerepe ennek az aknának, hogy van egy olyan képesség, hogy ez képes holdolni a targetet, ugye megtartani, illetve amit fontos szem előtt tartani, hogy az a 696, amit most látsz, amúgy fönn az ugye nyilván magasabb, és hogy ez physical damage, és ez minden fél másodpercben 4 másodpercig. Tehát amikor ugye rácsatlakozik az ellenfélre, ugye többszörösen stackelődve, akkor ez azért, na szóval ez azért oda tud vágni szépen, és ugye amiért megnövekedett a szerepe, az az, hogy ugye tudjuk használni már, amennyiben hozzájutottál, nem maradtál le, nem vagy nagyon új játékos, ezt a konzolt, a Tholian Web Spinal Horror-t. Ugye ez is physical damage-et ad hozzá, Tetrion damage-et ad hozzá a buildhez, és van neki egy olyan passzív ability, egy olyan passzív tulajdonság, hogy amennyiben ez fönt van a hajón, akkor, hogyha van egy olyan targeted, van egy olyan célpontod, enemid, akit megállítottak valamilyen formában, ugye itt nem a Gravity Well-ről beszélünk, mert a Gravity Well az csak pull, az csak behúzza. Viszont a hold effektet, azt ugye az akna tudja triggerelni, mint ugye magában az ennek az elsüthetője is, ugye azt csinálja, és akkor megszerzed az 50% bónusz damage-et. Ugye ez bónusz all damage, mert nem ér semmiféle egyéb restrikciót, kizárást, hogy ez milyen damage lenne. Szóval ez all damage, és bónusz, és 50%. Szóval amíg ez fönn van, és fönn van a Tholian akna, akkor ugye minden kiadott damage-ed arra az ellenfélre 50% bónusz extrát élvez. Aztán, amiért még érdemes, New Romulus. A New Romulusnál első körben fontos a Zero Point Energy Conduit. Ami a legfontosabb rajta, az a Critical Chance. A másodlagos a legfontosabb az, hogy kapsz Power-t plusz energiát az összes alrendszeredhez. Illetve ugye ez itt setben az Experimental Romulan Torpedóval, ugye ami ezek az óriási labdákat lövi ki, megfelelően a modifikációknak ugye vagy több célpontra, vagy ugye nagyobbakat, de mindig ugye többet, tehát ilyen 3-at, 4-et simán ugye kiköp magából, és ezzel az egész hóbelevancol ugye nyilván szedve van, és amit itt még fontos megemlíteni, annyira nem erős ez a torpedó, viszont mókás a biliárd golyós bilden például, ahol tele van minden ilyen óriási plazma gömbökkel, az szerintem vicces, mindegy, hogy más nem tartja viccesnek, én nevetek. Lényeg az, hogy Experimental Romulan Disruptor és Experimental Romulan Plasma, amihez még itt hozzájuthatsz, és ha ez eddig még nem tűnt fel, kedves testvérem az úrban, látsz olyat, hogy mennyi energiát fogyaszt? Látod? Nem látod? Hát na látod, hogy nem látod, mert nincs, ez nem fogyaszt energiát a fegyverektől. Tehát, hogyha ezt, ha a plazma buildet választasz, vagy disruptort, és beamet, akkor ezt tedd föl, mert ez nem fogja fogyasztani az energiádat. Viszont emellé kapsz 2 darab proccot, ugyancsak 2,5% chance-el, de plazma damage-et, és ugye megkapod hozzá, ugye itt ebben az esetben a disruptort, a plazma esetében pedig a disruptort. Tehát ott is az all damage resistance ratinget veszi el. És azért az egy elég jó dolog, hogyha egyben debuffolod az ellenfeledet. Ugye, hogy mit tud a setben, torpedót fogom kikeresni, setben disruptor és plazma damage-et kapsz, ez kategória 1-es, illetve kapsz a system flow-hoz, az ectoplasma system flow-hoz, ugye ez azt befolyásolja, hogy milyen gyorsan megy át egyik rendszerből a másikba, és ennyi volt ugye a romcsi, Dyson. A Dysonból a legfontosabb dolog Science Build-re a Gravimetric Torpedo, ezzel elég durva damage-eket lehet művelni. Amennyiben hiányát szenveded a Critical Chance-nek és Severity-nek, Photont, Phaser-t, és esetleg elfér ez, hidd el, attól függetlenül, hogy ez egy elhagyatott fegyver, Scatter Wall-i alatt olyat odarúg a valagába, hogy ihaj-csuhaj.
De hogyha felrakod a teljes szettet, akkor ugye Critical Chance-t és Severity-t kapsz pluszba, ami igazából a szethez képest elég jó, elég magas érték, és ugye plusz még a foton fegyvereid is kapnak némi boostot. Bocsánat, Intermezzo kislányomnak Peppa malacot kellett keresnem. 8-4-7-2. A leges legfontosabb dolog ebből. A torpedó. Hogy miért? Mert. Mert ez egy akkorát odavág High Yield-en, hogy a faladja a másikat. Szóval ez egy nagyon jó dolog, még akkor is, hogyha nem használsz egyén más torpedót, mondjuk fotont használnál, vagy fézert használsz, és szettet szeretnél feltenni, de nem szeretnél kanont használni, akkor is érdemes használni. Ugye ennek van egy eleme, amelyet küldetésből tudsz kivenni, és az pedig emlékeim szerint itt van a Dysonban, a Step Between Stars lesz az. Tévedtem. Itt van a Surface Tension, és ebből lehet kivenni. Illetve ugye innen tudod kivenni a kit modult, vagy a kit frame-et is, de hát az inkább hagyjad benne. Szóval ezt tudod kivenni, ez Photon Projectile Damage-et kap, Radiation Damage-et, Disruptor Damage-et, blablabla Damage-et, mindenféle okosságot. És ugye, mivel bővítették annó a reputációkat, és itt most már hozzáférünk Tetrionhoz, Plazmához, Disruptorhoz és Phaserhez, ezért a Set 2-ben a bónusz damage, mert az egy bónusz damage, a Set 2-ben már mind a 3-4 megtalálható. Tehát Phaser, Disruptor, Plasma és Tetrion weapon damage 7,5% bónusz. Ez valóban bónusz, ez tényleg kategória 2-es. És ugye még plusz 2%-ot kapnak a biomolekuláris fegyvereid arra, ugye, hogy beverik ezt a procot, ami rajtuk van. A Set további része érdektelen még említése sem méltó. Reputáció vissza 8-4-7-2-höz. Esetleg kit modulként, abilityként ezt, hogyha csak sima foton gránátod van, akkor azt cseréld le erre. Ez egy elég jó kis gránát relatív. És ugye a turettekből tudsz vásárolni még, ez nincs beamben sajnos, úgyhogy együtt kell élje ezzel a tudattal, hogyha nem akarod föltenni a torpedót, akkor kénytelen leszel. Mondjuk esetleg egy Miracle Worker-en még jól is jöhet, hogy egy kicsit tudod mixelni ott, mert a Mixed Armament Synergies-hez jó triggerelni. A Delta Alliance-ből a legjobb dolog, ami valaha történt velünk, az a Neutronic Torpedó. Spread alatt óriásit tud csapni. Spread 1 alatt a legjobbat, Spread 2 alatt már nem annyira, Spread 3 meg már csak látványos. Innen igazából így le is telt az egész. Maximum ez a konzol még érdekes lehet, hogyha nem rendelkezel egyéb mással, akkor ez tud némi segítséget nyújtani a Bridge Officer Ability Cooldown Time-hoz, illetve itt is ad hozzá a subsystemekhez némi nem energiát. És akkor itt van egy nagyon kedves dolog, ez is elég durva dolgokat művel, 738,2 kinetikus damage, ez reális szám, tehát ez tényleg annyi, ez 738-at, ez crit nélkül, ez a neutronik torpedónak megfelel, ez egy gránát. És ugye itt all energy damage-et veszel, meg redul, meg tehát a mozgást fogja korlátozni, és ugye még esetleg 70% esélye még jó hanyatt is vágódik a csávó. Ez egy vicces fegyver, mert ennek van egy olyan része, hogy a másodlagos átvált, és akkor egy óriási sugár csap le. Ez egy tök vicces dolog. Amúgy még erős is, hozzáteszem. Csak ritkán lehet használni, mert föl kell proccolni. Ikóniai, innen, Isten igazából. Hát, gyerekek. Ez egy érdekes dolog lehet tankoláshoz, ugyanis nem az All Weapon Damage 10% lesz a legnagyobb dolog rajta, meg ugye ez nyilván most csak lila 12, hanem a bónusz az Outgoing Cool Heal és a bónusz a Shield Heal. És miért ilyen hülyén mondom, hogy bónusz? Azért, mert a bónusz az itt is bónusz, mint máshol.
Tehát a bónusz az föl fogja neked tornászni, az ugye magasabb szintet fog adni, mint egy normális full heal. Itt ugye a variációkat ki tudod venni. Hát ugye ez a torpedó, ez ha kvantumozol, akkor igazából nem rossz választás. Ennek van egy olyan tulajdonság, hogy 33% eséllyel kapsz plusz 1000 temporális hitpontot. Illetve ugye 33% eséllyel két további ellenségre egy ilyen radiation golyó tovább megy. Ilyen olyan, mint a Bowler refrakció. A Terran Task Force-nál itt már vannak érdekes dolgok. Relatíve, hogyha büdzsét akarsz futtatni, akkor ez egy megfelelő build is egyben. Mert például a kórja az plusz subsystem maximumot is növel, tehát a 125-ön fölül tudod vinni, illetve meg tudod spékelni még ugye magát az energiaszintjeidet is. Aztán a torpedó, ami az egyik nagyon fontos eleme ennek az egész hóbelevancnak, ez szintúgy, mint a beam vagy a kanon, ennek van egy olyan tulajdonsága, hogy amennyiben az ellenfeled, akire célzol és lősz, már elvesztette a húljának a 25%-át, annál a base damage-e 200%-ra növekszik meg. Tehát dupláját fogja sebezni, és hogyha ez még bekrittel, akkor gyakorlatilag képes arra például a torpedó, hogy nagyon maxban hiteket csinál, mint high yield alatt mondjuk egy másik. Tehát volt olyan mérés, ahol ez a torpedó minden modifikáció nélkül magasabb szinten volt, mint a többi torpedó modifikációkkal. Ami itt még fontos elem, ez a ferrofluid hydraulic assembly. Ugye kapunk egyrészt egy plusz maximum hitpontot, ami százalékos, tehát ez azért rá tud dobni már 100 000-nél, de akár egy eszkortot is egy kicsit föl pumpolni. Illetve itt van némi weapon power, aux power, de ami a legfontosabb mondjuk nekem, az az, hogy itt kapsz fél másodperc shield torpedo recharge time-ot. Ez nem a torpedónak a kilövési sebességét fogja csökkenteni, mondjuk foton esetében ugye azt a 6 másodpercet, vagy a 8-at, vagy az egyebet, hanem ugye amikor, ezt úgy képzeld el, amikor kilősz egy torpedót, akkor ott a zipsék forgolódnak, tesznek, vesznek, fognak egy másik torpedót, be kell tölteni a csőbe, és ugye ki kell lőni. Na ez az a shared recharge time, ugye, amíg előkészül a következő torpedó. Tehát nem tudsz instant egymás utánban lőni torpedókat. És ez az osztott torpedó kilövési idő, ez azért fontos, mert most itt fél másodpercet látsz, fél másodperc, na. Tehát ez úgy működik, hogy van 4 torpedód, a 4 torpedódnak van 4 darab fél másodperc, egy 1 másodperces recharge time-ja. Na most, hogyha ciklusokat nézzünk 10 ciklust, akkor már mindjárt 5 másodperccel csökkentetted az egyik, vagyis igazából ugye 2 másodperccel csökkentetted az egész ciklust, egy kilövés alatt 4 torpedóval, mert ugye 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, az 2 másodperc, tehát gyakorlatilag lerövidítetted a torpedó kilövési idődet. Aztán, itt még vannak érdekes kit modulok, ugye ez egy ilyen foton torpedót lő ki, 5-öt, akár 5-öt. Ugye mivel phaser disruptor, amit kioszt, ezért érdemes majdnem minden phaser disruptor build-en ezeket használni, illetve ugye hát a set 2 az nálunk fontos torpedósoknál, mert ugye projectile weapon damage-et kapsz pluszba, ugye csak kategória 1-et. És akkor itt igazából be is fejeztük a Terránt. Temporál, na itt ugye vannak már dolgok. Hoppá, emlékeztek, hogy föltettem körülbelül egy fél órája azt a duty, vagy a bridge officer-t, na elvitték. Úgyhogy momentán most van egy tiszta nyereségem a 2500-ból, vagy 2500-ot mondva az 599.999-ből, és annyi tiszta nyereségem van ennél. Amíg beszélgettünk. Na, de vissza az egészhez. Temporál. Ugye itt önmagában az egész szettet érdemes kivenni, mert mindig van lehetőség és mód, hogy variáljad, mert vannak olyan buildek, meg hát sokan még mindig használják, ugye, hogy 25% kategória 1-es boostot ad a damage overtime effektekhez a set 2.
Maga a shield az éppenséggel nem egy EPG barát, mert ugye drain-t kapsz hozzá, ami érdekes, mert a shieldek amúgy nem nagyon adnak semmit, egy-két kivétellel mondjuk kontrollt. Ugye itt a... Nyilván ez azért már barátabb, mert itt az aux power-re kapjuk az extrákat, és akkor ami ugye még itt a tehát, ja. Szóval nem a legjobb választás, hogyha ha mondjuk energia build-re akarod kihegyezni magadat. Ebben ugye antiproton van, illetve polaron. Polaron build-re esetleg föl lehet tenni, mert ebben van 5% a set 2-ben 5% critical severity. Ez még egy jó kis konzol, mert a weapon poweredre tud rárakni egy elég szép mennyiséget. És akkor már is megvan a set 2. Ez lentre mókás fegyver, ugye grundra, mert a másodlagos lövése, hogyha fölsztekkelődik, akkor egy óriási ilyen antiproton vagy éppen polaron robbanást okoz, és elég durvát tud oda csapni. És akkor itt végeztünk. A Lucariban, amit érdemes kivenni, az ugye hát amennyiben beam overloadot használsz, akkor ez a kettő beam választható. Azért mondom, hogy választható, mert még akkor is érdemes esetleg föltenni mondjuk vagy a polaront egy phaser mellé, mert csúran csöppen innen-onnan némi phaser, vagy pont mondjuk egy kis plazma bonus damage ugye a counter common setből. Ez olyat fog neked csinálni, hogy az első elsütéskor, amikor becsapódik ugye az első beam overload, akkor az a beam overload egy technical overload nevezettű történetet fog triggerelni, és ez egy úgymond olyan, mint hogyha az öt fegyver mellett még egy hatodik fegyver lenne fönn. Ez egy ciklusban egyszer működik, de ez képes olyan maximum hitekre, mint akár egy beam overloados energiafegyver. Azért jó, mert ez ellen igazából nincs védekezés. Ez átmegy a pajzson, ez közvetlenül a hajóra hat, ez PvP-ben tud meglepetéseket okozni, mikor mindenféle piszfasz rezisztencet fönn van az égbe, és akkor ez csak beüt a technical overload egy 200 000-es crittel, aztán viszont light tojás. Pukkan szét, mint a Luffy. Kompetitív. Na, hát itt azért vannak érdekes dolgok, attól függetlenül, hogy baromi nehéz megszerezni. Ugye ezt a strategannát. Az egyik, hogy van benne egy experimental weapon, ami amúgy összehasonlítva akár olyanokat, amik más hajókról, zenesről, de még akár lobbyról, vagy ilyen magasabb értékekből érkezik, ez egy nagyon jó kis experimental weapon, én ezt nagyon javaslom használni abban az esetben, hogyha tudod boostolni egy kicsit a kinetikus damage-eket, mondjuk albumus damage-el, vagy a seizeless momentummal, vagy bánom is én mivel, de lényeg az, hogy ezt érdemes fölpakolni, főleg a helyett az ilyen bűn, 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 hülye ilyen elektromos lótúró helyett, tehát ezt felejtsd, de azt ki nem merjed epikelni, mert megkereslek, és szétverem a fejedet. Ezt epikeljed ki, ez jó. Nem kellenek innen ilyen dolgok, mint secondary deflektor, annál van sokkal jobb secondary deflektor. Ami érdekes lehet, ez misszió elkészítésben, tehát olyan dolgok például Advanced TF-on, de akár Elite-en is lehet használni, melyik is? Példát keresek, de a legegyszerűbb igazából az a Terránban van, a Counterpoint. A Counterpointon van egy olyan rész, amikor ugye a rifteket kell becsukni. Na most fogsz egy klókos hajót. Fölteszed a kompetitív szettet. A kompetitív szett az úgy néz ki, hogy van egy ilyened, egy Mine Launcher, Munition Deployment konzol. Van egy antiproton, vagy Tetrion Turret, vagy Beam, Omni. Van egy aknád. És ha ezt fölpakoltad, akkor a hidden payload, már a set 2-ben is adja, ha megállsz egy helyben, akkor leklókolsz. És akkor tudsz olyan trükköt csinálni, beklókolod a hajódat, oda mész, megállsz, duplán leklókol, mert ugye beüt a kompetitív set, és
elkezded csinálni a missziót. A sima klókod meg fog szűnni, viszont az a kompetitív klókod működik tovább is. Tehát tudsz missziókat végrehajtani, objektívákat, mint például még a Borg Disconnected-en, fölmész a kicsivel ugye az egész esemény horizont fölé, és megállsz ott klókolva, és más dolgod nincs, mint megvárod, még aládúsznak ugye a Borgok, a kooperatív Borgok, és csak egymás utánban küldözgeted el őket. Jó, kicsit unalmas, de hogyha már farmoláson vagy gyengébb hajóval, akkor ez egy tökéletes taktika, ugye, hogy elrejtőzzél. Na és ugye amellett, hogy ugye önmagában ez itt egy akna, ez most nem biztos, hogy mindenkinek szimpatikus, viszont hogyha valamilyen módon aknát kell használjál, akkor ez egy jó választás, mert az alap base damage-ét úgy éri el, hogyha kidobtad az aknáidat, akkor minden másodpercben, 30 másodpercig 5% damage-et növekszik a base damage-e. Tehát múltkori összehasonlításban egy 9000-10000 damage-es gyorsra akartam mondani, ugye itt van ez a Toron Infused Quantum Mine, ez ott fönn 9000-et mutatott, és akkor gyorsan számoltam, ugye az pedig olyan 6000 környékén volt, és hogyha kiszámoltam, akkor föl tudott menni alapból csak a base damage-el 13000 környékére, tehát beelőzte a base damage-ével a többit. Na ugye ehhez idő kell nyilván, hogy felsztekkelődjön, de ez egy jó választás, illetve ugye itt van a set, hogyha a konzolt is használod, ami ugye ad 20%-ot, ez az 33%-ot, tehát összességében 56%-ot, mert azt hiszem 22-t ad a konzol, 56% quantum damage-et tudsz összeszedni, és ez működik az aknádra, mert ez projektán, és működik a torpedóidra, mint a Delphic, mint a Dark Matter, és mint például, meg fogsz lepődni, de a Neutronic is quantum torpedó, ugye? Na. És akkor itt még megemlíteném azt, hogy el kell hessegessem az a reményeiteket, hogy az a Radiation Damage RPG-től függ. Nem. Úgyhogy ez Quantum Settet is ad. És emellett, ami még nagyon fontos, kiszedendő, megfelelően a kasztodnak, vagy éppen annak a Bridge Officernek, amiből többet használsz. Ugye ha Engineering, akkor Engineer. Ha taktikál, akkor taktikál. Mi általában azért a taktikát javasoljuk. A prevailing-et kell választani, mert ez azt fogja csinálni, most éppen a science-re mentem rá, itt a science esetében control vagy drain ability aktiválás esetén 350% flight speed, turn rate, defense rating plusz 15, 10% increase recharge speed on science bridge officer abilities. Ugye ez megfelelően ugyanazt fogja csinálni a taktikálon is, és így tovább az engineeren. Itt heal or shield, tehát hull heal vagy shield heal. És ugye a taktikál pedig a taktikál officer ability logikusan. Oké. Okay. Ugye itt firing mód van, tehát ez a scatter volley, rapid fire, high yield, mind dispersion pattern, etc. beam overload, beam fire fill. Meg ugye itt a speciális ability között van, a pilotban van például ez az exceed, nem ez a mérekőben az exceed power limit, blablabla, bla, bla. Tehát ezek mind, amik modifikálják az energia fegyvereidet, vagy a torpedóidat, vagy az aknáidat, akkor ezek be fogják ütni ezt a stacket. A gammából az utolsó, igazság szerint, hogyha már szórakozol vele, akkor szed ki az egész szettet, és még azt is javaslom kipróbálni, hogy a minden haveroddal fölpakoljátok, és különböző buildeket visztek, mint például Science, mint például Control, mint például Torpedo, mert ez olyat fog működni, hogy amennyiben fönn van a teljes szetted, de mondjuk nem is muszáj mindenkinek a teljes szett, de azért vicces, ha fönn van, ugyanis ez úgy néz ki, hogy to team and self, tehát magadnak és a csapatodnak is, ez effect, friend and self, tehát ez a hat ugye barátra és magadra, 10% flight turn rate, ez a kettesben van, flight turn rate, flight speed, 10% kinetic damage, 10 pont accuracy,
aztán a 4-esben már 10 pont Starship Control és 10 pont Drain. Na és akkor 5% maximum hitpont és 5% maximum shield capacity, ha egy embernek van fönn. Ha fönn van 5 embernek, akkor ez 5-ször annyi, tehát ez itt 50, 50, 50, 50, 50, 50, 25, 25. Na, úgy azért már egy kicsit barátságosabb, nem? És mindjárt van plusz 50 control expertise-od a science-edre. Van 50% kinetic damage a science-re és a torpedóra. Van flight turn lét és flight speed az egész csapatnak, az mindig jól jön. És ugye itt még olyan dolgok vannak, hogy például a deflektor önmagában segíti a kinetikus damage rezisztenciának a puhítását, mert amennyiben ugye projectile weapon-nel eltalálod az ellenfeledet, akkor 15 kinetic damage resistance ratinget fog veszíteni 10 másodpercre. Ugye a kinetic damage resistance rating az nem csak a torpedóknál, aknáknál játszik, hanem az olyan abilityknél, mint a Vortex, Subspace Vortex vagy a Gravity Well, gyakorlatilag azok mind kinetikus damage-et okoznak. Aztán ugye a Gamma Task Force-ban van még egy olyan, ami az aknáknak egy nagyon-nagyon fontos dolog, az Ordinance Accelerator. Itt ugye már beszéltünk a Shared Recharge Time-ról, ugyanez az aknáknál másfél másodperc. Ez is elég durva segítség, de ami nagyon kemény, az a 20%-os Mind Recharge Speed. Ugye kapunk itt egy passzív boostot, 20-20-20%-ot a projektál Phaser és Polaronhoz. De ugye itt a Phaser és Polaron az csak a Directed Energy fegyverekhez, tehát mondjuk itt jelen esetben semmilyen boostot nem élvezne mondjuk egy Agony Phaser torpedó, mert a projectile az ugye projectile, az pedig ugye egy energiafegyver. Igazság szerint ugye a Phaser Directed Energy Weapon, az pedig ugye, mivel Directed Energy Weapon, az csak ugye az energiafegyverekre hatnak. Tehát ezekre az apró nüanszokra mindig figyelj oda, hogy miket ír a konzol, mert elképzelhető, hogy alászaladsz. Lényeg az, hogy ez az aknáknak, illetve a torpedóknak is egy segítség, meg hát alapesetben ugye általában azért fézet vagy polaront azért meg találunk azért a hajókon. Például ugye ott van a Morphogenics-et, ugye, ami polaron, és akkor annak is tudna adni egy pici-pici boostot. Omnit tudunk kivenni. Turetet tudunk kivenni, aknát tudunk kivenni. Ami még nagyon fontos, lehet kivásárolni, tehát meg tudod vásárolni a boostot, és akkor ebben az esetben egy account wide, tehát ez minden karaktereden egy kedvezményt fog adni, illetve olyan dolgokat tudsz művelni, ugye adott esetben vicces dolgot tud művelni. A tóliánból tudsz kivenni magadnak grundra okosságot még. Tudsz kivenni egy jó kis petet. És tudsz kivenni ilyen, hát ilyen konzuméből, tehát fogyasztható segítségeket. Ez ilyen drónokat fog megjeleníteni neked grundon. Jó kis dolog, vicces. És ami még font, ez a Discovery-ből majdnem elfelejtettem, de jó, hogy ráklikkeltem. Ez a Dual Beam, ez egy Wide Angle Dual Beam. És ugye Heavy Beam Bank, tehát ennek emelkedettebb, tehát nagyobb a damage-e, mint a normál Dual Beam bankoknak, és a tetejében még, amellett, hogy ugye ez Wide Angle-ös, amennyiben kritikát tudsz fele beverni, akkor egy bónusz 1% damage-et ad hozzá 20 másodpercig, és akár 20%-ra föl tudsz tekkelődni. Ez durván. A Dark Pedal torpedóról meg még annyit elfelejtettem megemlíteni, hogy amennyiben ugye ő végzi ki az ellenfelet, és ugye föl van stackelődve rajta ez a Dark Pedal Dissolution, akkor megszünteti a Core Breach-et, és nem fog felrobbanni az ellenfeled. Kivéve, hogyha bebugol, és akkor másodszor is felrobban a Core. Hát az meg pek. Azt hiszem megvoltunk.
Ja. Meg vagyunk. Akkor a viszontlátás. Következő részben még magam sem tudom, hogy mi lesz, legyen meglepetés, mivel rengeteg dolog jár a fejemben, csak az időben hiányban. Úgyhogy elképzelhető. Ja, és közben eladtam a másikat is, tehát akkor még egyszer mondom, hogy körülbelül 2 óra alatt elment a 2 darab Bridge Officer Ability, amit föltettem az előbb. Jó, és az tiszta nyereségem, mivel 5000-et fektettem be, mutatjuk, hogy 600 000 meg 100 000, tehát 700 000-ből levonod az 5000-et. Jó, 695 000 teljes tiszta nyereségem volt 3-4 óra alatt. Na most akkor ezt képzeld el, hogy ebből 10-15-öt fölraksz. Másnapra olyan szép meglepetés vár, meg egy jó kis meghízott számla. Na, hát akkor még egyszer viszont lájtojás.